A Jászkunda Redemció emléknapja alkalmából a karcagi Milleniumi Emlékmű Parkjában, a Jászkunda Redemció emlékharangjánál, amely Györfi Sándor, Kossuth díjas szobrászművész, Jászkunda főkapitány alkotása emlékeztek a város vezetői és képviselői a Jászkunda önmegváltásra. A 13. és 14. században Magyarországra érkező kunok és jászok betelepülésüktől fogva jelentős kiváltságokat kaptak az uralkodóktól. Nem tartoztak földesúri szolgáltatásokkal, a jászkunok földjén nem alakult ki a jobbágy földesúr viszony, területe még a török hódoltság idején is koronabirtoknak minősült. Tulajdonosa az uralkodó volt, aki ezt a jogát a mindenkori nádor útján gyakorolta. A lakosok nem csupán a földesúri adóktól mentesültek, de a nemesekhez hasonlóan a vám és harmincadmentesség és egyéb előjogok is megillették őket. A kivitelezett közjogi helyzet jelentős kötelezettséggel, például katonai szolgálattal is járt. A jászkunok háború idején kötelesek voltak hadba vonulni, ők biztosították a nádor fizetését is. Ezt vállalták, mert büszkék voltak szabad állapotukra, míg nem 1702-ben jött a végzetes döntés, az uralkodó 500 ezer rajnai forintért eladta a jászkunság egész területét és lakóit a német lovagrendnek. Az adásvétel a fennálló törvények értelmében is jogtalan volt. 1745. május 6-án Mária Terézia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. Ezt az eseményt nevezzük latin szóval redemciónak, azaz önmegváltásnak. A jászok, a kiskunok és a nagykunok szabadságaik visszaszerzése érdekében 580 ezer rajnai forintot gyűjtöttek össze több mint 200 évvel ezelőtt. Erre a jeles napra emlékeztünk május 6-án az emlékműnél, ahol a koronavírus járvány veszélye miatt most emlékbeszédek sem hangoztak el, csak koszorúzás volt. Nagyon különleges emléknap, mert ilyen még nem volt. Így visszaemlékezve őseinkre, elődeinkre, azt hiszem, hogy nagyon nagy tisztelettel és kegyelettel kell az ő emléküket visszahozni életünkbe, és gondolni rájuk. Hiszen a redemció, tehát az önmegváltás az a világon egyedülálló dolog volt, amit tettek, hogy visszavásárolták saját szabadságukat, saját hölgyeiket, amiket elvettek tőlük jogtalanul. És ennek állítunk most emléket, és örülök, hogy ezt az emlékharangot meg tudtuk csinálni itt Karcagon, hiszen hőseink voltak kapitányaink, nagy kunkapitányaink, kunkapitányaink, a jász kapitányok mellett végig kísérik szinte történelmünket. És ők azok, akik a magyar mellett, hiszen magyaroknak vallották magukat, de kun identitást vagy jász identitást őriztek, úgy, mint egy családba, hogy visszaemlékeznek az őseikre. Visszaemlékeznek azokra a napokra, amikor még több száz vagy ezer évvel ezelőtt is összefogtak a családok, és egy nemzetben, mint egy családban gondolkodtak. Azt hiszem, hogy ma is ez hiányzik, hogy családként kezelni kell a nemzetünket, mert az ősök kultúráján, hagyományain nevelgettünk fel. Azok adták a kezünkbe a tudást minden területen. És magunkra csak akkor lehetünk büszkék, ha ezt megőrizve, tovább gyarapítva, tovább visszük a nemzeti kultúrát. Ahogy látjuk a világba, és most különösen a járvány idején, hogy minden nemzet magáról próbál gondoskodni, és valahol visszajönnek a visszaszorítottságba, a félelembe, mert egy vírustól mindig féltek. Azok az emlékek, amelyek összetartották az embereket kulturális területen különösen. A nagykunság és a jászság az külön példát mutat ez ügybe. De ha csak a vírusról kezdünk el itt beszélni, mert kell beszélni róla, hiszen most ez adta, hogy ilyen kis számban vagyunk itt jelen, és nem nagyon találkozhatunk közelről másokkal, hogy a régi világ, visszaemlékezem egyébként ezekre a történelmi korokra,
amikor nemzetvédő szabadságharcaink során is vírusok törtek ki, és a szabadságharcosok a túlerővel szemben sok esetben el is menekültek a magyar hadseregből. Ilyen formán például a 48-as szabadságharc idején is a 200 000-es orosz cári hadsereg, aki ellenünk felvonult, nem számított neki, 15 000 halottja volt akkor a vírusoknak az ő hadseregükből, de ugye csak leverték a szabadságharcunkat. De voltak olyan hőseink például, hogy visszaemlékezzünk az orvostudományba is, visszamenjünk a kézmosásra. Hát nem véletlen, hogy magyar tudós Semmelweis Ignác adta az életét ezért. Hiszen amikor ő használta a kézmosást szülészként, akkor rájött már, hogy valami hasonló lehet, hogy a tisztaság, a kulturáltság, az öltözködésbe és a megjelenésbe, a egészségügybe mindenképpen fontos. Őt kigúnyolták ezért, és kitagadta magából a akkori professzori társaság. Hát a halállal is ez lett. De aztán igazolta őt a történelem. Neki lett igaza. Ő neki emlékoszlopot, szobrokat építenek és csinálnak. A többiek, akik ellenezték és ellene kiabáltak, nyilván anyagi és egyéb érdekekből, azok eltűntek a történelem süllyesztőjébe. De nagyon büszkék vagyunk a mi Kátai Gáborunkra, aki szintén a vírus ellen küzdve Semmelweis módszerét alkalmazta itt a Jászkunságban. Ő volt, aki bevezette ugyanúgy a kézmosást, és tiltakozott minden olyan ellen, aki a szülészeten az anyák megmentőjeként is nevezhetjük ugyanúgy, mint Semmelweist. És ő a mi szelüttünk, Karcagvárosnak. Nem véletlen, hogy itt a szomszédságban a nagy kórházunk Kátai Gábor nevét viseli. Hát ilyen formán emlékezünk a mai napon, és szívünkbe melegséggel őrizzük azokat az őseinket, akik tovább éltettek bennünket ebbe az országba, és megmaradt a magyar nemzet egészségbe is. Így legyen tovább is. Az önkormányzat nevében az emlékharangnál Gyurcsák János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezett el koszorúkat, majd F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az országgyűlés nevében, Györfi Sándor Jászkun főkapitány a hármas kerület nevében koszorúzott először, majd közösen elhelyezték a Kunszövetség koszorúját. Ez egy különleges nap, egy különleges esemény, amit soha nem szabad elfelejteni, hiszen nem évszázadokkal ezelőtti esemény, amiről csak megemlékezünk, és semmilyen hatással nincs a mai nagykunságra, a mai élő emberekre, hanem egy olyan esemény, amely jelzésértékű, hiszen jelzi azt, hogy itt a nagykunságba és a jászságba, kiskunságba természetesen olyan emberek éltek, akiknek számított a szabadság. Számított az, hogy ne legyen felettük hatalom, hanem dönthessenek a saját életükről, a saját életük viteléről, és erre áldozatotok is hoztak. És az itt élő emberek ezeknek a leszármazottai. Azoknak az embereknek, akik hozzá voltak ahhoz szokva, hogy munkával, tevékenységgel saját maguk életét tudják kormányozni. Nem másra mutogatva, nem mástól várva segítséget, hanem saját munkájukban, saját eszükben bízva, és kialakult egy olyan társadalom a kunságban, a jászságban, amely önállóan gondolkodó, saját magát, saját maga munkabírását tudó embereknek a szövetsége. És bízom benne, hogy most is ilyenek vagyunk itt a kunságban és a jászságban, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit szeretnénk, ezt meg is tudjuk valósítani, ha a sikert érünk el, a siker a miénk, a kudarcot, az is, és nem másra mutogatunk, hanem saját erejünkből akarunk tovább gyarapodni, saját erejünkből akarjuk vinni tovább az életet. Én azt gondolom, hogy ez az üzenete a redemciónak, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szabadságért tenni kell, és a szabadsággal tudni kell élni, hiszen én azt gondolom, hogy itt a jászságban és a kunságban éltek a szabadsággal, jól éltek, és bízom benne, hogy az évszázadokon keresztül is élni fognak.
Végül a képviselő megkongatta az emlékharangot az évfordulóra emlékezve.